olyan kutatótól hallani ti olyan témát, ami érdekel is téged, és talán benned is elindítja a kutatásnak a vágyát. A kutatói munka fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Heyman Józsefné, a Garai János Gimnázium igazgatója. Több éve, hogy minden novemberben a Tudomány hetéhez kapcsolódva tehetségnapokat szerveznek a Szekszárdi Gimnáziumban. Az idei évben az a program fő célja, hogy a tanórákon kívüli tehetséggondozás is megvalósuljon. De egy egész hetet szánunk arra, hogy a diákokkal megismertessük ennek a jeles napnak a fontosságát. Ennek keretében minden évben nagyon színes palettán kínálunk számukra programokat két tanítási óra keretében, aminek az a lényege, hogy a legkülönbözőbb tudományterületekkel megismerkedhessenek. Idén különös figyelmet fordítottak az idegen nyelvekre és a történelemre. Az ötnapos rendezvény alkalmával a diákok is teret kapnak. A hét két napján magyar és angol nyelven saját kutatásaik eredményeiről számolnak be társaiknak. Az első alkalommal Változó világunk, zöld utak címmel tartottak kétnyelvű természettudományos előadást a 11 és 12 B-osztályos tanulók. Az előadásom a klímaváltozásról és ennek a problémáiról szólt, és ezt a kutatást már több mint egy hónapja készítettem, akkor kezdtem el csinálni, és angolul rán kért meg a tanárnő, hogy akkor én erről csináljak egy prezentációt. Több szakirodalmat is olvastam, főleg interneten. A hét hátra lévő részében az atomenergiáról és az energiaitalok káros hatásairól tartanak előadásokat a Garai János Gimnáziumban.